last song I sang, which is a composition of mine, says. Az utolsó ének, amit énekeltem, amely az én szerzeményem, következőt jelenti, mondja. This song is a preferred guidance for meditation. Ez az ének egy tökéletes útmutatás a meditációhoz. And he says, man will never find peace unless he transcends the physical body. És azt mondja, az ember soha nem fog békére találni, ameddig nem emelkedik föl a fizikai testén. If he doesn't go beyond the thinking and gets absorbed into samadhi. Hogyha nem lép át a gondolkodáson és lép samadhiba. First of all, let's watch our body. Először is nézzük a testünket, figyeljük a testünket. Wherever we find rigidity or tension, we melt it down. Ahol feszültséget találunk, azt elengedjük, elolvasszuk. This is our job. Ez a mi feladatunk. To be able to meditate, we have to do a constant simran. Ahhoz, hogy meditálhassunk, egy állandó simránot kell, hogy végezzünk. We have to concentrate our attention. Összpontosítanunk kell a figyelmünket. In the middle of our forehead. A homlokunk középpontjába. When its light becomes manifested, mikor ez a fény megnyilvánul, for the soul is a great feast. A lélek számára ez egy nagy ünnep. In which enjoys of the mystical union with his beloved in an enchanting union. Ahol örömteljen. In which enjoys of the mystical union with his beloved. Ahol örvend nagyon a misztikus találkozásnak a szeretetjével. Once we step beyond our body, miután átléptünk a testünkön, fölemelkedtünk a testünkön, we merge in a vortex that takes us to his holy presence. Belemerülünk egy örvénybe, amely az Őszent jelenlétéhez visz. Where our individual I becomes absent. Ahol a mi egyéni énünk megszűnik. We no longer know who is we. Többé nem tudjuk, hogy kik vagyunk. If it is he in us or we in him. Hogy ő bennünk van-e, vagy mi vagyunk ő benne. Every division has been nullified. Minden kettősség, elválasztottság megszűnik. The eternal truth has become manifested. Az örökké való igazság megnyilvánult. So first we begin with our body, we make it very peaceful, very relaxed. Először is a testünkkel kezdjük, ellazulunk nagyon. Because if you are tense, nervous, rigid, we can't meditate. Mert hogyha feszültek vagyunk, idegesek, akkor nem lehetséges a meditáció. These are like cages in which we are encaged. Ezek a testek olyanok, mint a ketrecek, amiből be vagyunk zárva. Meditation is expansion, is freedom. A meditáció kiterjeszkedés, szabadság. So if we become fully relaxed, if we enter into a state of deep peace,
then our consciousness begins to broaden. Hogyha teljes mértékben ellazulunk, békességben leszünk, akkor a tudatosságunk elkezd terjeszkedni, kiterjeszkedik. This inner space of ours becomes very smooth, very soft, very broad. Ez a mi belső terünk nagyon finomá, tágá válik. And we feel very good. We feel in peace. Eventually, we feel peaceful. És nagyon jól fogjuk érezni magunkat, végül békességben leszünk. Then what we have to do, the song says, we have to fully concentrate our attention in the middle of the forehead. A dal úgy folytatja, hogy továbbra a figyelmünket összpontosítanunk kell teljes mértékben a homlokunk középpontjára. And we have to do a constant simran, means a constant repetition of the mantra. És egy állandó simranot kell végeznünk, a simran állandó ismétlése. Mantrának az állandó ismétlése. This way, this thinking process, which keeps going on and on, stops. Így módon ez az a gondolkodó folyamat, amely folyamatosan működik, megállhat. Thinking is that wall that impedes us from going into a state of blissfulness, or it calls samadhi, ecstasy. A gondolkodás az egy olyan, mint egy fal, amely megállítsa, hogy szamadiban merüljünk, mély békességben merüljünk. So in order to get into that state, we have to make our thinking very smooth and eventually stop it altogether. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a gondolkodásunkat meg kell teljesen állítsuk. Then the inner vision opens. Ekkor a belső látás megnyílik. It's like a gate, it's like a door. Masters call it the tenth gate, the tenth door. Olyan, mint egy kapu ez, a mesterek a tizedik kapunak hívják ezt. It is the door crossing which, by crossing which, we enter into what you call the beyond. Egy olyan kapu, amelyen ha átlépünk, akkor átlépünk a túlvilágban. That reality which is beyond body and mind. Egy olyan realitásban, amely testen és tudaton, elmén túl van. Nowadays many people don't believe that beyond body and mind there is anything else. Manapság az emberek nem hiszik, hogy a test és a tudat fölött létezik is valami. But it's a fact that many people experience that consciousness is an independent element from our brain, from our mind. De nagyon sok ember, ez egy tény, hogy nagyon sok ember meg is tapasztalja, hogy a tudatosság az egy különálló dolog az agytól és a tudattól. And consciousness does not die with the death of this body and of this brain. És a tudatosság nem hal meg ennek a testnek a halála után. A testnek és az elmének a halála után. Consciousness always existed, was never created. A tudatosság mindig is létezett, nem volt soha megteremtve. And will never die. És soha nem fog meghalni. Only the body dies. Csak a test hal meg. But we can experience this transcendence of the consciousness even while we are alive here in this body. De megtapasztalhassuk a tudatosságnak a felemelkedését, miközben ebben a testben élünk. If you're able to go beyond this thinking process. Hogyha át tudunk lépni ezen a gondolkodó folyamaton. So that's why we have to activate our surat or attention. Ezért kell aktiváljuk a figyelmünket.
which is not a mental faculty, but it's a faculty of consciousness. Ez nem egy mentális dolog, ez a tudatosságnak egy része. So with this attention we have to steadily, minutely look in the center. Így hát ezzel a figyelemmel kitartóan, állandóan a központba kell tekintsünk. If we persist, ha kitartunk emellett, then soon we find ourselves in the true state of consciousness. Akkor nem sokára egy igazi tudatosság állapotban fogjuk találni magunkat. In which the light may become so brilliant, ahol a fény annyira ragyogó lehet, that pulls us into samadhi in an instant, hogy beszippant egy samadhiba egy pillanat alatt. Then we lose track of our individual self. Ekkor elveszítsük az egyéni énünket. We merge into a state of mystical union. Egy misztikus egységben merülünk. And only this supreme self remains. És csak a felsőbbrendű én marad. This is the supreme experience that we can have. Ez az a felsőbbrendű tapasztalat, amit élmény, amit megtapasztalhatunk. This is the goal of all humanity. Ez az egész ember, az egész emberiség célja. We came out from that supreme reality and we find peace only when we go back to it. Ebből a felsőbbrendű igazságból emelkedtünk, kijöttünk ki, és csak akkor kapunk békét, hogyha ide visszakerülünk. So let's try to implement all what has been said about meditation. Így hát próbáljuk mindezt megvalósítani, gyakorlatba tenni. Steadily look in the center. Kitartóan a központba nézni. Keep repeating the mantra. Ismételni a mantrát. Don't think of the past, don't think of the future. Ne gondolkodjatok a múltról, a jövőről. Just be fully aware of the present. Legyetek teljes tudatosságában a jelen pillanatnak. And let this supreme reality bless you. És hagyjátok, hogy ez a felsőbbrendű igazság megáldjon titeket.